Egy olyan nemzetről lesz szó, amely újra felfedezte keresztény gyökereit, és még az alkotmányát is újraírta, hogy abban helyet kapjon a család és a meg nem született egyének védelme. Dél Hurd tudósításából azonban az is kiderül, hogy az európai vezetők nem örülnek a kereszténység reneszánszának Magyarországon. Olyan időket élünk, amikor Európa nagy részét az ateizmus tartja markában. Mégis egy kis nemzetben úgy tűnik, a kereszténység nem csak fennmarad, hanem egyesek szerint kifejezetten gyarapodik is. Képzeljenek el egy kormányt, amely nyíltan felvállalja a keresztény értékeket, és kimondja, hogy ezeket védelmezni kell. Üdvözlöm Önöket Magyarországon! A magyar alkotmány egyértelműen felvállalja a kereszténységet. Kimondja, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége, és az élet a fogantatással kezdődik. Himnuszuk úgy kezdődik, hogy Isten áld meg a magyart. A magyarországi hídgyülekezete, melynek 300 helyi szervezete van, Európa egyik legnagyobb pünkösdi gyülekezete. 70 ezer fő látogatja rendszeresen Isten tiszteleteiket. A magyar kormány pedig elhatározta, hogy feladatai közé veszi a kereszténység védelmét. Még irodát is alapítottak a világszerte üldözött keresztények védelmére. Amikor mi bemutattuk, hogy az iráni származású Aidan Stranson színésznőt várhatóan visszaküldik Svédországból az iszlám vallású Iránba, csak egy nemzet ajánlott neki menedékjogot, Magyarország. A magyar kormány nyilatkozatában ez áll. Az üldözött keresztények befogadása erkölcsi kötelességünk. Magyarország védelmezni akarja az európai értékeket, azaz az európai zsidó-keresztény értékeket. Póca István politikai jellemző szerint Magyarország csupán visszatért korábbi szerepéhez, mely az volt, hogy a kereszténység európai bástyáját képezze immár 1000 éve. Még akkor is, ha ezt közel 200 évre megszakította az oszmán-török uralom és a II. Világháború utáni kommunista uralom. Kovács Zoltán Magyarország nemzetközi szóvivője. Ragaszkodunk el hagyományainkhoz és örökségünkhöz. Európa öröksége a keresztény hagyomány. Nem feltétlenül vallási értelemben, de kulturális szempontból mindenképpen. Orbán Viktor azzal vádolta meg az EU-t, hogy szerinte az iszlamizálni akarja Európát. Magyarország azzal bosszantotta fel Brüsszelt, hogy kerítést épített az illegális bevándorlás megfékezésére. Az Európai Unió azért ideges, mert Orbán Viktor lényegében azt mondta Brüsszelnek, hogy kopjon le, amikor a nyitott határokról volt szó. Magyarország látta, hogy milyen terrort és káoszt okozott a migráció Nyugat-Európában, és azt mondta, köszöni, ebből nem kér. Az Európai Unió még nemzetközi bírósághoz is fordult, hogy rákényszerítse Magyarországot, Lengyelországot és Csehországot, hogy migránsokat fogadjanak be. Orbán Viktor erre azt mondta, hogy Brüssel megzsarolta őket. A határok biztosítására az illegális bevándorlás megfékezése miatt volt szükség, mert csak így lehet fenntartani a jogi és a biztonság alapelvét az Európai Unió határain. Kovács szerint fontos azt is megjegyezni, hogy a Magyarországra érkező migránsok többsége muzulmán, és elmondta, hogy szerinte a nyugat-európai országok súlyos árat fizettek azért, hogy úgy tettek, mintha az iszlám nem jelentene gondot. Több száz évig éltünk együtt, de legalábbis nagyon közel az iszlámmal, ezért jól ismerjük. Ezért nagyon fontos, hogy kik jönnek, és hogy ők mit képviselnek. Orbánt a nyugat-európai médiában gyakran ábrázolják Vlagyimir Putyin egyik megjelenési formájaként, nem demokratikus erős emberként. Egy néhány évvel ezelőtti EU csúcson az Európai Bizottság elnöke állítólag úgy üdvözölte Orbánt, hogy üdvözlöm, diktátor úr! Magyarország azonban egyértelműen nem diktatúrában él, még akkor sem, ha bírálói korrupcióval vádolják Orbánt, és azzal, hogy kormányzati eszközöket használ fel politikai ellenfeleivel szemben. Mint például a Soros György ellen indított óriás plakátkampány. 2010 óta a magyar kormány következetesen csökkentette a fékek és ellensúlyok rendszerét, és ezzel meggyengítette a demokrácia intézményét. Orbán azonban olyan ember, akivel kapcsolatban még bírálói is elismerik, hogy tehetséges politikus. Nincs is versenyképes kihívója. Így várhatóan hatalomban marad, és ezzel Magyarország továbbra is szembeszáll majd az Európai Unió migráns politikájával. Ez azonban azt is jelentheti, hogy Magyarországon továbbra is olyan kormány lesz, mely megvan róla győződve, hogy a kereszténységet védelmezni kell. Dél Hurd, CBN News, Budapest.